Köszöntöm az ünnepi beszélgetések nézőit. A mai vendégem a stúdióban Hagymási András, a Fehérvár Média Centrum ügyvezetője. Köszöntelek itt a stúdióban. Köszönöm én is, hogy meghívtál, és szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió nézőit. Hát a feladatunk az, hogy a 2020-as esztendőre egy kicsit visszatekintsünk, hogy milyen is volt most. Hogyha így a 2020 eszembe jut, akkor hát nyilván a koronavírus miatt kicsit rossz emlékeim vannak. Te milyennek értékeled ezt az elmúlt esztendőt? Valószínűleg úgy, mint mindenki más, hogy egy rendkívüli év volt, amire nem voltunk felkészülve, hiszen generációk óta nem tapasztaltunk olyat, hogy szabadságunkban, mozgásunkban, normál életvitelünkben korlátozva vagyunk. Hallottunk ugyanilyet nagyszüleinktől, és tudjuk, hogy a világon ma is azért sokfelé nem olyan felszabadultan élnek az emberek, mint ahogy mi tesszük normál béke időben. Most meg kellett tapasztalnunk, hogy más volt ez az elmúlt év. Bízom benne, hogy azért kifelé haladunk már ebből a krízisből, és előbb-utóbb visszatérünk a normál kerékvágásba, de azt is azért látni kell, hogy nem feltétlenül lesz pont ugyanolyan ez a kerékvágás, mint amiből kibillentünk 2020 márciusában. Én arra számítok, hogy azért normalizálódik az élet, és a tavalyi évben megerősödtünk, sok minden új dolgot megtanultunk, fontosabbak lettek a személyes kapcsolatok, a családok, a barátok. Én bízom benne, hogy egy kicsit az életnek ez a személyes része, ami az érzelmekről is szól, a kötődésekről szól, a hideg technikai pénzügyi számításokat talán valamelyest próbálják, ha nem is felülmúlni, de legalább utolérni az életvitelünkben, a döntéseinkben, az egymáshoz való kapcsolatainkban. Ugye tényleg nehéz évként éltem meg, mondjuk én így a magánéletben is ezt a 2020-at, és mondjuk itt a munkahelyen is, kezdve mondjuk ott, hogy januárban azért a Vörösmarty Rádió frekvenciája körül voltak problémák, ugye a 7 éves szerződés az lejárt, és aztán újra kellett pályáznunk. Így van, egy 7 éves periódust követően új pályázatot írt ki a médiahatóság a 99,2 MHz-es helyi frekvencia hasznosítására, amin indultunk. Elég hosszadalmas eljárás volt, hiszen hónapokig húzódott. Ez alatt a rádió jövője is bizonytalan volt, illetve a hallgatók is azt tapasztalták, hogy egyik hónapban szól, másik hónapban nem szól a rádió. Ennek az volt az oka, hogy az átmeneti időszakban ideiglenes frekvencióengedélyre lehetett pályázni, és akkor egy hónapig szóltunk, utána szünet volt, aztán folytatódott. Lényeg az, hogy a nyár közepén aztán eldőlt, hogy a Fehérvár Média Centrum a következő 10 évre megkapta a frekvenciát, úgyhogy a Vörösmarty Rádiónak a sorsa így bízunk benne, hogy a következő évtizedre megnyugtató módon rendeződött. Milyen volt ez egyébként így a rádió munkatársai számára, ez a néhány hónap, amíg hát bizonytalan volt azért a rádió jövője? Önmagában is egy komoly bizonytalanság az, hogy mi lesz a munkahelyünk sorsa. Aztán ez tetéződött, amikor a koronavírus járvány elindult, úgyhogy mindannyiunknak nehéz volt ilyen szempontból is, a rádiós kollégáinknak még inkább ez a néhány hónap, ami azért elég bölcsen és türelemmel viseltek, azt kell mondjam, hogy fölnézhetünk rájuk, mert egy ilyen bizonytalan időszakot is szakmai alázattal és a jövőt tervezve élték túl, és azért mindenki megnyugodott, és fújt egy nagyot, amikor megszületett a döntés, és megtudtuk azt, hogy folytathatjuk az egyébként 1956-os forradalmi gyökerekből táplálkozó és szellemileg is ahhoz csatlakozó Vörösmarty Rádiónak az előállítása. És a munkatársak egyébként, bár ők kifejezetten rádiós kollégák, ugye én kifejezetten tévés kolléga vagyok, de hogy ők belekóstoltak a tévézésbe, és gyártottak tartalmakat. Hát ebből látszik, hogy nincs már olyan, hogy tévés kollega és rádiós kollega, vagy újságíró kollega, hiszen egyre inkább arra felé megy a világ, hogy mindent tudni kell, vagy egyre több mindent tudni kell minden szakmán belül, de a mi szakmánkon, az újságíráson belül mindenképpen. Igen, ez az időszak alkalmas volt arra, hogy aki éppen a saját megszokott kis környezetében nem tudta végezni a megszokott munkáját, ő neki igen nagyon hirtelen kellett valami máshoz kezdeni. Erre igyekeztünk lehetőséget adni. Nyilván egy
egy ilyen cég, ahol azért sok médiafelület van erre, kínál lehetőséget, bár nem olyan egyszerű ez sem egyik napról a másikra megvalósítani. Na de hogyha az oktatási rendszer napokon belül át tudott állni a digitális oktatásra tavasszal, akkor nekünk is úgy éreztem, hogy képesnek kell lennünk arra, hogy ha krízis helyzet van, akkor gyorsan alkalmazkodjunk. Büszke vagyok a kollégáimra, hiszen nagyon lelkesen, bár nyilván félve az újtól, de kipróbálták magukat, és azt kell mondanom, hogy az a elképzelés, amit egyébként én az egész cég számára fontosnak tartok, abban ők az úttörő szerepet vállalták. Hogy mi is ez, amit én fontosnak tartok? Látjuk a média piacot nemzetközileg is, hazánkban is, hogy merre felé megy. A klasszikus média felületek, mint a tévé, rádió, vagy éppen a nyomtatott sajtó, ezek mint technológia változóban vannak. A tartalom, amit előállítanak, a hang, a kép, vagy éppen a szöveg, az változatlanul, sőt egyre inkább a fogyasztás tárgya, magyarul a kereslet, a hírfogyasztók részéről megvan a piacon, ezt ki kell elégíteni, és azt kell mondjam, egyre nő ez a kereslet, egyre több mindenre kíváncsiak az emberek, egyre több mindent olvasnak, hallgatnak és néznek, csak nem feltétlenül ugyanazokon az eszközökön, amin korábban tették ezt. Nekünk ehhez alkalmazkodni kell, hiszen rengeteg értékes tartalom keletkezik a Fehérvár Médiacentrum különböző szerkesztőségeiben, és meg kell tanulnunk azt, személy szerint is mindannyiunknak, mint újságíróknak, hogy egyre több mindenhez értsünk ezen a szakmán belül. Aki írni tud, annak meg kell tanulnia beszélni is. Aki beszélni tud, meg kell barátkozni a képernyővel. Aki fotózni tud, meg kell tanulnia azt, hogy videótartalmat is tudjon előállítani. És fordítva sorolhatnánk ezt a végtelenségig. Lényeg az, hogy ma már az fog megélni jól ebben a szakmában, aki több mindenre képes. Az idei évben egy nagy fejlesztést, egy belső átalakulást indítottunk el még március elején, ami aztán egy kicsit lelassult és megrekedt utána a járvány időszakában, mondhatjuk úgy, hogy az év hátra lévő részében, de az elképzelés az volt, és ettől nem tántorodtunk el, hogy egyrészt a belső szervezet átalakításával, a szerkesztőségek, a tévé, a rádió és az újság összevonásával és egy belső képzési rendszerrel indításával alkalmassá tegyük saját magunkat, mint szervezet, és az egyes kollégákat arra, hogy tanulhassanak, lehetőségek nyíljon arra, hogy egyre több mindent tudjanak, hiszen erre van szükség ahhoz, hogy 5-10 év múlva is, akár ennél a cégnél, akár a médiapiacon bárhol megálljuk a helyünket, ahhoz már komplex ismeretek kellenek. A korábbi felosztás, hogy én tévés vagyok, rádiós vagyok, az igen, olyan, mint régen a patkolókovács, egy darabig megél, csak amikor már nincsenek lovak, akkor ez nehéz. Nekünk is föl kell készülni arra, amikor lehet, hogy elmúlik az az időszak, 5-10-20 év, bármennyi, amikor már nincs ilyen, hogy tévéstúdió, nem lesz az, hogy mi itt üldögélünk és beszélgetünk, és a nézők a televízió készülék előtt akkor, amikor az a műsorban megjelenik, megnézik a mi beszélgetésünket. A tartalom az lesz, talán még néhányan kíváncsiak is lesznek a városban 20 év múlva is arról, hogy mi ketten miről beszélgetünk, de egész biztos vagyok benne, hogy nem ugyanilyen technológiával, nem ugyanilyen keretek között fogják ezt a tartalmat fogyasztani. Mert nekünk erre kell fölkészülni, ezen az úton indultunk el, és feltett szándékom, hogy ezen az úton ezt a céget lendítsem tovább előre, mert meggyőződésem, hogy ez a jövőnk. Igen, igen, amikor erről volt szó, és egy értekezlet keretében ismertetted, hogy mit vársz el tőlünk, én akkor nagyon megijedtem. De pont azért, mert hogy én egy kicsit ilyen vagyok, hogy most megmaradtam ilyen tévésnek, és aztán elkezdtem gondolkodni, hogy mondjuk az fmc.hu-ra milyen tartalmakat lehetne készíteni, aztán próbáltam így gondolkodni, mi mindent, de aztán így a pandémia egy kicsit ezt így tényleg lelassította. Egyébként milyen a médiacentrumnak a humán erőforrása. Szerinted elegendően vagyunk-e mondjuk a feladatok teljesítéséhez? Minden egyes felületre gondolok most itt. Jó lenne mindig, hogyha kétszer annyian lennénk, és kétszer annyi tartalmat tudnánk előállítani. Vannak korlátok, vannak pénzügyi lehetőségek, ráadásul ezek ebben a
az időszakban, az elmúlt évben is, az idei évben is csökkenőben vannak, szűkösebben, takarékosabban kell gazdálkodnunk, úgyhogy most pont nem arra megy a világ, hogy a szerkesztőség jelentősen bővüljön, inkább azt kell megtanulnunk, hogy az egyes média felületek között hogyan tudjuk az előállított tartalmat minél többféle módon eljuttatni a közönséghez. Tehát ha leforgatnak a tévés kollégák egy videóanyagot, azt hogyan lehet viszonylag kevés munkával átalakítani olyanná, hogy az online felületeken is alkalmas legyen a publikálásra. Vagy egy beszélgetés, ami a tévéstúdióban zajlik, annak a hanganyagát hogyan tudjuk alkalmassá tenni arra, hogy a rádióban is az értékes tartalom legyen. Ezt már elkezdtük, ez megy is, hiszen már az elmúlt években is erre volt példa, de ezt föl kell gyorsítanunk. És meg kell tanulnunk igen azt, hogy a fogyasztó ma már bármit, bármikor, bármilyen felületen akar fogyasztani, és hogyha ezt megkapja, akkor azt megköszöni, megnézi, meghallgatja, elolvassa, de nekünk kell alkalmazkodni az új fogyasztói szokásokhoz, és nem fordítva. Ugye azért ebben az évben történt jó nagy változás is. Jó nagy változás. Mi egy pár hónapig úgy értük meg, hogy nagyon nagy változás lesz, aztán kiderült, hogy annyira nem nagy a változás, de hogy az önkormányzathoz került a cég. Eddig is az önkormányzati szférában voltunk, és a városgondnokságon keresztül önkormányzati tulajdonos volt a Fehérvár Média Centrum esetében is. Ez igazából, ami az idén már az egész évben jellemző lesz, de a tavalyi év második felében már volt, hogy közvetlen tulajdonosunkká vált a Székesfehérvári önkormányzat. Ez egy technikai dolog a hétköznapi életben, ez főleg a kollégák számára nem nagyon vehető észre, a nézőknek, olvasóknak meg bízom benne, hogy egyáltalán nem tűnt föl, nem is kell. Ez egy önkormányzati döntés volt, ami gazdaságosabbá teszi a működésünket, és általában az egész városi céghálózatnak az újfajta üzemeltetésével, vagy felügyeletével, gazdaságosabb működtetésével függ össze, ami egy támogatandó cél, és miután nekünk, mint Fehérvár Média Centrum ettől semmilyen szempontból nem lett rosszabb, sőt, inkább azt mondom, hogy egy intenzívebben a cégével foglalkozó gazda jelent meg így a térképen, ez kifejezetten hasznos lehet. A változást, amiről említést tettél, nem is ez jelentette annyira a 2020-as évben, hanem pont az, hogy a járvány miatt az egész városi gazdasági szférának a teljesítménye azért jelentősen visszaesett. Ebből kifolyólag a város bevételei is jelentősen csökkentek, és nem titok, hogy a Fehérvár Média Centrum jelentős önkormányzati támogatást kap minden évben, hiszen számos olyan közérdekű feladatot látunk el, amit a város közössége finanszíroz. Ugyanakkor, ahogy a gazdasági szféra, ugye az önkormányzat, és természetesen az önkormányzati tulajdon cégek is takarékosságra kényszerültek. Ez egy érthető és logikus lépés volt ahhoz, hogy a város fönn tudja tartani az intézményeit, tudja a vírus elleni védekezést folytatni, tudja segíteni az első helyen veszélyeztetett lakosságot, azokat a szakmákat, akik az első vonalban küzdenek a járvány előtt, az egészségügyi, szociális szféra, oktatás dolgozóit tudja támogatni és segíteni, a helyi vállalkozókat igyekezzen, amivel tudja támogatni és az életben maradásokat elősegíteni. Ez bizony a város önkormányzatának, magának is vissza kellett fogni a költekezéseit, kevesebb mindenre, vagy éppen ugyanannyi mindenre, de kevesebb forrás jutott, ez érintett minket is. Ez egy természetes folyamat, amit mi elfogadtunk, és egyet is értünk vele, hogy így kell, hogy legyen, hiszen ha a város úgymond szűkösebb lehetőségekkel bír, akkor vállaljunk mi is ebből terhet. Nyilván újra kellett gondolni azt, hogy mi az, amit tudunk üzemeltetni. Alacsonyabb létszámmal dolgozunk, néhány kollégától el kellett köszönni az elmúlt évben, mások tőlünk köszöntek el. A lényeg az, hogy minden szolgáltatásunkat, amit korábban vittünk, azt ezután is tudjuk csinálni. Lesz, ahol egy kicsit szűkíteni kell az idei évben, például februártól a Fehérvár magazin egy
szűkebb terjedelemben, más méretben, egy olcsóbb nyomdatechnikával fog készülni. De ettől még a tartalom az meg lesz, a fehérváriakat ugyanúgy igyekszünk tájékoztatni majd mindenről, ami a városban történik. Ez volt, ami egy jelentősebb változás volt a 2020-as évben, inkább így a finanszírozás, a gazdasági lehetőségek tekintetében, de alapvetően az életünk és a feladatunk az nem változott. Továbbra is az a célunk, hogy a fehérváriakat, illetve a város környékén élőket minden olyan fontos eseményről, hírről gyorsan, pontosan és hitelesen tájékoztassunk, ahogy korábban. Most elmondtad, hogy nehéz volt ez az év gazdaságilag. Fejlesztések azért megvalósulhattak-e ebben az évben, vagy egyáltalán nem? Itt ülünk ebben a gyönyörű stúdió környezetben. Ez egy nagyon jelentős lépés a Fehérvár televízió életében, hiszen már időnként mi magunk is szégyeltük azokat a díszleteket, amik között ülnünk kellett különböző műsorok keretében. Így az, hogy még a közel egy éve volt lehetőségünk megvásárolni az egyik éppen megszűnő félben vagy átalakulóban lévő országos televíziótól ezt a díszletet, amit a nézők mögöttem látnak. Ez egy nagy lépés volt számunkra, ez egy óriási fejlesztés, és azt kell, hogy mondjam, hogy a helyi televíziók között most ismét irigység tárgya lettünk egy pár hónapra, de ezt a terhet azért mi büszkén vállaljuk és elviseljük. Örülök neki, hogy most már legalább ezzel nem kell szégyenkeznünk, hogy milyen díszletet mutatunk magunk mögött a televízióban. Emellett azért a 2020-as év nem a látványos fejlesztésekről szólt a Fehérvár Média Centrumnál. Az alapműködést igyekeztünk finanszírozni, a járvány elleni védekezésre költöttünk, hogy a kollégák biztonságban legyenek, a vendégek, akik a TV, rádió, stúdióba érkeznek, ők is érezzék azt, hogy bátran jöhetnek hozzánk, nem kerülnek bajba. Ez volt az elsődleges cél a 2020-as évben. Emellett a szükséges cseréket az eszközparkban, munkaeszközökben azért meg tudtuk az év végén tenni, úgyhogy minimálisan ugyan, de a szinten tartást azt elértük. A 2021-es évben azért lesznek szerencsére olyan említésre méltó fejlesztések, ami már az év elején megvalósul. Az egyik ilyen az a televízió adóberendezésének a cseréje lesz a Zsolnai úton a víztorony tetején, illetve mellette a szekrényben, ugyanis a Fehérvár televízió is újabb 12 évre frekvenciát nyert el 2020-ban, szeptembertől kezdődően, ami egy nagyobb vételkörzetet tesz lehetővé. Ehhez viszont egy új adóberendezést kell beszereznünk, ami már folyamatban van, és amikor ez a berendezés működésbe lép, onnantól kezdve a mai vételkörzetünk az viszonylag jelentősen érzékelhetően meg fog nőni. A megye gyakorlatilag egészét le fogjuk fedni a digitális földi sugárzással, sőt, bizonyos földrajzi adottságoktól függően bizonyos területeken még a Balaton keleti medencéje körül, Veszprém környékén is láthatják majd a tévét, akik rendelkeznek digitális vevőberendezéssel. Ez egy komoly lépés. Ugyanígy az egyik online felületünket, az fmc.hu oldalt is egy komoly változás várja. Ott az olvasók számára kevésbé érzékelhető, de a szerkesztőség számára nagyon fontos belső rendszer, a szerkesztőfelületnek a megújulása várható, ami a munkát egyszerűbbé és kényelmesebbé teszi, az olvasók részére pedig azért bír egyfajta kényelmi szemponttal is majd ez a fejlesztés. Szebb lesz, látványosabb lesz, könnyebben használható lesz az fmc.hu oldal. Jó ezeket hallani egyébként, hogy így azért tényleg haladunk, és akkor a vételi körzet is ugye bővülni fog mondjuk a tévét tekintve. Miért fontos szerinted ma, mondjuk 2021-ben a helyi televíziózás, helyi rádiózás? Mondjuk inkább azt, hogy a helyi tartalom előállítás, mert ugye az elején már pont ezt boncolgattuk, hogy ma még ezekről a technológiákról beszélünk, de inkább mondjuk azt, hogy tartalom, ami különböző technológiai megoldások segítségével eljut a fogyasztóhoz. Óriási az a kínálat a világpiacon, ami tartalomban keletkezik. Régen újságszerkesztőségek voltak, aztán rádiók is lettek, aztán tévék, az internettel pedig kinyílt néhány évtizeddel ezelőtt ez a világ. Olyan hihetetlen tömegű tartalom keletkezik nap mint nap a világban, ami áttekinteni sem lehet, nemhogy azt fogyasztani.
Viszont van egy nagyon szűk szegmens, amire csak mi vagyunk képesek, és ez pedig a helyi tartalom előállítása. Ami meggyőződésem, hogy azért bír relevanciával, és számot tart érdeklődésre is a közönség körében. Hiszen nyilván fontos, hogy Paris Hiltonnak éppen milyen kis kutyája van, de talán az még fontosabb a fehérváriak számára, hogy az ablakom előtt keletkezett egy gödör, akkor az azért van, mert a szennyvízcsatornát újítják föl, vagy pedig a távközlési kábel szakadt el. De a példákon túlmenőleg lehet érzékelni a piacon egy jelentős fogyasztói igényt a helyi hírekre, a helyi tartalmakra, a helyi közösség összetartozás érzésének a növelésére, és ez nekünk mind feladatunk. Nem csak nekünk itt Székesfehérváron, hanem az országban, vagy a világban, mindenhol a helyi média tartalom előállítóknak. Ugyan keletkezik rengeteg olyan magánszemélyektől származó tartalom, ami helyi tematikát dolgoz fel, de én hiszek abban, hogy az újságírói tudás, az információgyűjtésnek a módszertana, az a precizitás, az a többlet, amit egy szakképzett és gyakorlott újságíró hozzá tud tenni az egyszerű tényközléshez, arra ezután is lesz igény. És miután a helyi média Magyarországon jellemzően ingyenesen működik, és az a tartalmához ingyenesen lehet hozzáférni, ezért én számítok arra, hogy még hosszú ideig lesz érdeklődés és fogyasztó is, aki a helyi tartalom iránt érdeklődik. Nekünk az a dolgunk, hogy ezt olyan formában tálaljuk elő, és olyan eszközökön tegyük elérhetővé, ami segíti az embereket, hogy a helyi tartalomhoz hozzájussanak, és akkor ott és úgy fogyasszák, ahogy arra a kedvük támad. Ugye többfajtaképpen eljuttathatjuk most már a tartalmat, ugye a közösségi oldalakon is ott vagyunk, a YouTube csatornán is ott vagyunk. Miért fontos szerinted, hogy tényleg ott legyünk? Mert az emberek most már nem ülnek le 5 órakor vagy 7 órakor, hogy bekapcsolják a tévét és megnézzék a Fehérvár TV híradóját, hanem ezeket a híreket folyamatosan azonnal és bárhol akarják fogyasztani. Nincsenek ugyan pontos számaink, de valószínűsíthető, hogy az online felületeken már most többen nézik a Fehérvár TV híradóját, mint a klasszikus módon, hogy leülnek a tévékészülék elé. Ugyanez előbb-utóbb a hangtartalom fogyasztásánál is jellemző lesz. Az újságunkat, a Fehérvár heti lapot tudjuk, hogy több mint 5000-en már a székesfehérvár.hu oldalon, azaz a város honlapján keresztül olvassák. A többi médiacentrumos sajtó online felületen is ott az újság, tehát nyilván egyre többen nem a postádából veszik ki és lapozgatják, hanem megnézik elektronikus felületen. Éppen ezért a példányszámon is egyébként folyamatosan csökkentünk, hiszen más lehetőségek is megnyílnak az újságolvasók előtt, hogy hozzájussanak a heti hírlapjukhoz ingyenesen. Úgyhogy fontos az, hogy miért kell kitenni mondjuk a mi beszélgetésünket a YouTube-ra, nem azért, mert mi annyira oda vágyunk, hanem azért, hogy azon a felületen is, ha már ingyenes, a fogyasztó számára bármikor megnézheti, találkozik vele, és hogyha megnézi ezt a beszélgetést, lehet, hogy kíváncsi lesz egy másikra, rátalál a Fehérvár Televízió YouTube csatornájára, lehet, hogy ott válik nézőnké. Igazság szerint nekünk, miután alapvetően hirdetési bevételekből, illetve az országos televízióknak való tartalombeszállításból élünk az önkormányzati támogatáson túl, ezért nekünk többlet költségünk, bevételünk sem nagyon, de érdekünk viszont van, hogy bármilyen felületen hozzáférhető legyen ez a tartalom. És ha a néző, az olvasó vagy a hallgató ezt kívánja, akkor miért ne tennénk meg, ezután is meg fogjuk tenni. Ezeken a felületeken vannak-e visszajelzések, egyáltalán vannak-e visszajelzések, hogy milyennek értékelik mondjuk a nézők, olvasók a munkánkat? Hát, ha lájkok számában nézünk, vagy mérünk valamit, nyilván úgy is vannak. A pontos nézettségi és hallgatottsági adatokkal nagyon nehezen állunk, ugyanis az országos nézettség vagy hallgatottság kutató cégek a helyi televíziókat, rádiókat nem igazán mérik. Gondoljunk csak bele, ha valaki egy 1000 fős országos mintából tulajdonképpen egészen jó közelítéssel meg tudja állapítani a teljes magyar népesség
médiafogyasztási szokásait. Na most ilyenkor hány ember jut Fehérvárról, aki megkérdeznek? Nyilván egy országos mintában nulla a Fehérvár televízió nézettsége, de hát azt azért tudjuk a nézői országos szinten, hát mérhetetlen azért, de azt tudjuk, hogy a helyi hírekre viszont kíváncsiak az emberek, tehát a híradót, ha nem is feltétlenül délután 5-kor, de az online felületeken bármikor, én meg vagyok győződve róla, hogy több tízezren nézik Fehérváron, vannak olyan események, amit lényegesen többen. Az online felületeinken tudjuk mérni a látogatottságot, ebből tudjuk, hogy egy-egy olyan jelentős hír, amit a rádióban, tévében feldolgozunk, 10-40-50-100 ezer embert is el tud érni egy nap, mondjuk egy adott hírrel. Nem azt mondom, hogy egy 8-10-15 anyagot felölelő negyedórás híradónkban minden egyes hírelemnek van mondjuk 80 ezeres nézettsége akkor, amikor van egy kiemelkedő, de az, hogy rendszeresen a fehérváriak többsége valamilyen felületen találkozik a Fehérvár Médiacentrum által előállított tartalommal, abban biztos vagyok. Anélkül, hogy mérnénk, van azért újságíró szakmai tapasztalata is az embernek, és így az ujjaink végén érezzük azt, hogy mi történik a piacon. Lehet azt tudni, hogy amit teszünk, arra van igény. A visszajelzések folyamatosak, az emberek megismerik a kollégákat az utcán, megállítanak bennünket, tudják azt, hogy miről szól a mi munkánk, ami azért ad okot büszkeségre is, hiszen nem hiába beszélünk bele az éterbe, hanem azért időnként ez hallgató fülekre vagy néző szemekre is talál. Most már sajnos egy kicsit a végén vagyok a beszélgetésnek, de ezt még fontos megkérdeznem, hogy mennyire könnyű vagy mennyire nehéz szerinted megfelelő munkatársat találni az egyes felületekhez? Amennyire azt hinnénk, hogy a média világa vonzó, a tapasztalat mégis az, hogy nagyon nehéz legalábbis a helyi média területén olyan fiatal, tanulni vágyó kollégákra lelni, akik miután szembesülnek a feladatokkal és az ezért elnyerhető, mondjuk úgy, hogy honoráriummal, akkor azért kérdések látszanak a tekintetükben. Sokkal nehezebb már találni olyan kollégát, aki hajlandó a nem megszokott 8-tól 4-ig tartó munkarendet vállalni. Gondoljunk bele, egy rádiós hírszerkesztő az 5 órakor kezdi a munkáját, ahhoz 3:30-kor kell. Nem egy családbarát munkakör. De hát a televízióban is reggeltől estig, éjszakai ügyelet, ha valami van, fölborul a tartálykocsi, az M7-esen nekünk 2-kor menni kell éjjel. Erre megvan a megoldás, és ezt tudjuk is csinálni, de nem egy olyan egyszerű hétköznapi munkakör ez, ami mondjuk úgy, hogy családbarátnak mondható. Az önkormányzati szférában bár azért a megélhetésünket biztosítja, de nem kimagasló egyáltalán a juttatás. Én úgy érzem, hogy ez is megnehezíti a helyünket, hiszen egy Tesco pénztáros azért lehet, hogy többet kap, mint egy diplomás újságíró gyakorlattal. De azért nem panaszkodunk, hiszen van ennek a szakmának egy idézőjelben magamutogató mögöttes inspirációja is, tehát aki ebbe a világba belecsöppen, azért szereti megmutatni magát, és nem csak saját magát, hanem elmondani a világról alkotott nézeteit, gondolatait, és átadni azokat a híreket, amit velő találkozik. Ezért van pénzben nem mérhető öröme, honoráriuma is annak a munkának, amit végzünk. Ennek ellenére azért a különböző közösségi felületek, a blogok, a weblapok, azoknak a világa nagyon sok ember számára elegendő önkifejezési lehetőséget biztosít, ezért nem tolonganak annyian a média iparba, mint korábban. Aki pedig betéved, szembesül azzal, hogy itt rengeteget kell tanulni, és az sokáig tart. Nem az van, hogy rögtön a legnézettebb valóságsót fogom vezetni az első számú kereskedelmi tévén, hanem bizony apró munkával kell kezdeni,
Igen, az óvodás csoport kerítést fest, ez lesz az első anyag. A második az, hogy ajándékot adott át a polgármester a nyugdíjas klubnak. Ezek szép feladatok, de egy főiskoláról, egyetemről kijövő fiatal nyilván arra számít, hogy azonnal övi a világ, és lába előtt hever mindenki. Ez nem így van. Azért meg kell küzdenünk azzal is, hogy az országos televíziók, rádiók a nálunk beérett, kiképzett és az újságírói szakma csinyát-bínyát elsajátított kollégákat igen szívesen ragadja magához, ami aztán megint csak a mi problémánk, hogy utána ezzel mit kezdünk. Lényeg az, hogy panaszkodni nincs okunk, de a helyi média azért nem az a világ, ahol térdig járnánk az önéletrajzokba a folyosón, akik itt szeretnének dolgozni. Kapok azért hetente egyet-kettőt, de amikor az új leendő kollégák szembesülnek a vállalással, akkor azért kerek szemeket is szoktam látni. Most már tényleg nincsen sok időnk, de már néhány fejlesztést mondtál egyébként, amik leginkább ilyen technikai fejlesztések, de mi várható egyébként még 2021-ben? Az idei év arról fog szólni, hogy a szűkösebb lehetőségeink ellenére is megtartsuk valamennyi szolgáltatásunkat, kollégáinkat teljes körben munkát tudjunk mindenkinek adni, és egy biztonságos évet vihessünk végig. 2021 nem arról fog szólni, hogy most megváltjuk a világot, hogy most látványos fejlesztésekbe, vagy új szolgáltatásokba, vagy alapvető megújulásba kezdünk. Egy belső építkező munka, amiről már beszéltünk, az elindul, vagy folytatódik intenzívebben, de alapvetően szeretnénk biztonságosan működtetni ezt a céget, végigvinni a 2021-es évet. Ez is épp elég nagy vállalás, hiszen a források azért jelentősen szűkülnek, takarékosabban, ügyesebben kell gazdálkodnunk. Amire megvan a képességünk, és mindenkinek a munkahelye biztosított, minden szolgáltatásunkat fönn fogunk tudni tartani 2021-ben, úgyhogy a néző, az olvasó, a hallgató remélhetőleg abból, hogy mi egy kicsit nagyobb odafigyeléssel kell, hogy dolgozzunk, és megfontoltabban, ebből remélhetőleg senki nem fog észrevenni semmit 2021-ben sem. Köszönöm szépen, hogy a vendégem voltál, és hát tényleg egy jó évet kívánok így magunknak. Így a meg kívánjunk itt. Ugyanezt a nézőknek igen, is, akik itt voltak. Igen, velünk. Nyilván. Köszönöm szépen, hogy a vendégem köszönöm voltál. Kedves nézőink, az ünnepi beszélgetések vendége Hagymási András, a Fehérvár Média Centrum Kft. Ügyvezetője volt. Köszönjük, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!